Az embereket mindig foglalkoztatta, hogy mi az élet értelme. Tevékenység, törekvés valamilyen cél felé, talán ez az, amire mindannyiunknak szüksége van. Akkor is, ha már nem vagyunk fiatalok. Szépkorúak találkozóján jártunk lakiteleken. A katolikus szeretetszolgálat otthonaiból érkeztek az ország minden tájáról. Úgy érdemes dolgozni, hogyha a tevékenységünk az örömet okoz. Örömet okoz nekünk, és örömet okoz azoknak, akiket ránk bíztak. Nem lehet nagyon szavakba önteni azt, hogy miféle tudás, milyen élettapasztalat van e mögött, amikor egy ilyen idős ember elmond egy szép verset, vagy egy imát. Szóval, hogy a szívet melengető. És ez okoz örömet nekik is, és nekünk is. A rendszeres foglalkozásoknak ez a pozitív hozadéka, hogy a lakóinknak még a meglévő képességeit, készségeit megőrizzük, és a mindennapjaikat tevékenyen éljék meg, és örömteli sikerélményben, örömben legyen részük, és tényleg kimerjenek állni a nagy színpadra, és megmutathassák azokat az értékeket, ami bennük rejlik. Isten nem ígért mindig kékeget, mindig virággal hímes vígösvényeket. Ború nélkül derült, árnyék nélkül fényt, Isten fájdalom nélküli létet nem ígért. De ígért erőt minden új naphoz, munkát hoz kegyelmet, világot utat hoz, bajban is megértő, segítő kezet, mindig érted égő, igaz szeretetet. Én nagyon-nagyon szeretem a lírát, nagyon szeretem a verseket, és mivel csökkentlátó vagyok, öregkori makula degenerációm van, olvasni már nem tudok, de memorizálni igen, és egy nagyobb nagyítóval a versorokat könnyebben el tudom olvasni, mint akár egy regényt vagy egy újságot, és így meg szoktam tanulni a verseket, amelyek különösen kedvesek számomra. Öröm nélkül, zene nélkül, irodalom nélkül, emberi barátság nélkül nem érdemes élni. Bacon, az angol filozófus egyszer úgy fejezte ki magát, hogy barátság nélkül vadon lenne a föld, és én amikor beköltöztem a szeretet otthonba 5 évvel ezelőtt, akkor is arra törekedtem, hogy ott keressek barátokat, egy kis mikroklimát kialakítani magunknak, mert mind a 115 embert nem ismerhetjük. És így ott mi ebben a kis mikroklimában igazán boldogok is tudunk lenni, egymásnak örömet szerezni, meglepetést szerezni, segíteni. Soha nem gondoltam volna, hogy idős emberek ennyire odafigyelnek és ennyire drukkolnak egymásnak. Nagyon tetszik, de ugyanúgy az otthonban is egymásra tényleg figyelünk és drukkolunk egymásnak. Én készültem erre, örömmel tölt el, hogy jól döntöttem és hogy itt vagyok, itt lehetek közöttük. Én az első alkalommal sírtam, megmondom, mert nem gondoltam volna, hogy így eszükbe jut azok a régi dalok, amiket hallottunk meg, amit átéltünk. Azt látom, hogy évről évre itt csodák történnek. Ugye ez a 20. Tevékeny Életfesztivál, és 20 alkalommal történt meg itt az, hogy idős emberek összejöttek, és ezek az idős emberek egymást megajándékozzák. Megajándékozzák az élet szeretetével, azzal, hogy ők tevékenyek. Az elnevezés, hogy tevékeny élet, ez erről szól. Ő az, aki évről évre semmit nem változik. Minden évben megünnepeltük, az utóbbi 4-5 évben talán mindig, hogy ő a legidősebb fellépő, és közben ballagott egyel mindig előre, és az idén betöltötte a 100. életévét. Kossuth Lajos azt álmodta, kivivított a rózsafa, a szabadság rózsafája. Kossuth Lajos arra ébredt, szélveri a mező, réted, megtépi a rózsafát, a szabadság rózsafája. Kossuth Lajos hamarjába
átültette a rózsafát magyar népnek a szívébe, szívének a közepébe. Ezt a Kossuth verset az még, hát mondjuk 10 éves lettem, 14, mikor szavaltam az iskolába. És azóta mindig gondoltam, hogy el kéne mondani, mert olyan szép kis vers, de nem elég hosszú, és mindig kimaradt. Hát most elfogtam, már mondom, mert már nem lesz időm elmondani, hogy elmondjam. Jobb volna fiatalabbnak lenni, az biztos, mert részben azért, hogy mint nagyon rosszkor születtünk, nagyon sok rosszat megértünk. Arra gondolva, jobb volna fiatalabbnak, egyébként jó vagyok. Az, hogy eltelt az idő, hál' Istennek, semmim se fáj. Mondhatom, hogy semmim se. Elégedett az életével? Hát, elégedett vagyok. Meg is kell elégednem, meg is vagyok.